áradnak a folyók Magyarországon. A vízátfolyások miatt több helyen utakat is le kellett zárni. Vannak területek, ahol homokzsákokkal kell védekezni. A legtöbb esőt a Sajó és a Hernád vízgyűjtője kapja. Ott másod és harmadfokú védekezést rendeltek el. De az Ipolynál sem jobb a helyzet, ott házak is veszélyben vannak. A vízügyi szakemberek éjjel-nappal figyelik a folyók vízszintjét. Víz borítja a Sajó-Galgóci bevezető utat. Az út járhatatlan, a települést nem lehet megközelíteni. Van olyan lakos, aki nem tudott bemenni a munkahelyére, felszerelését kollégái juttatták el neki a hatóságok segítségével. A lakosok bíznak abban, hogy minél hamarabb levonul az ár. Eléggé bosszantó, hogy nem tudunk semmerre se kimenni, kérlek szépen. A Sajó és a Hernád áradása miatt egyre több utat zárnak le Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a forgalom elől. Sajó püspökénél 390 cm-en áll a vízszint. Ez mindössze 26 cm-rel marad el az ezen a területen valaha mért legmagasabb vízállástól. Itt kerteket, földeket öntött el a víz. A Hernád folyó mentén sem jobb a helyzet. A Vizsoly és Novaibrány közti útszakasz és a mellette fekvő terület szinte eltűnt a víz alatt. Geszte és Ócsanálos között az ivóvízbázis megóvása érdekében szakemberek úgynevezett nyúlgátat építenek. Mintegy 20 000 homokzsákot felhasználva több mint másfél kilométeren dolgoznak. Valószínűleg ez lesz az egyetlen terület, ahol vízügyes szempontból itt a Hernádon be kell avatkozni, de itt mindenképpen, tehát azért itt még mindenképpen árad a folyó. A tetőzéseket inkább péntek éjjeltől kezdve szombaton vasárnap várjuk majd. Homokkal töltik a zsákokat Hidas Németiben. Várják a folyó tetőzését. A település felkészült az áradásra. Hát még áradás várható, úgyhogy nem örülünk neki. Egyáltalán reméljük, nem fog leesni az eső, úgyhogy csak abban marad már. Nógrád megyében az Ipoly folyó okoz fennakadást. Ipoly Tarnócnál is homokzsákokkal védik a házakat. Az önkormányzat és az önkéntesek közösen segítik a helyieket. 1000 zsákot pakoltunk ki, és még most van ott 3 vagy 2000 zsák arra, hogy kipakoljuk, hogyha ott a veszély lesz. Két családnak el kellett hagyni az otthonát. Az egyikben 4 kisgyerek van, 2 felnőtt, a másikban pedig 3 felnőtt, 2 gyermek. Azok ugye, ezek a családok reggeli ebéd vacsorát kapnak az önkormányzattól, és valószínűleg holnap után még ott lesznek a volt iskola épületében. A vízügy szakemberei szerint most már apadni fog az Ipoly, és nem valószínű, hogy a házakba betör a víz. Az M1 meteorológusa elmondta, a következő napokban már nem várható nagy mennyiségű csapadék. Közel sem számítunk akkora mennyiségre, mint a korábbi napokban tapasztalhattuk, tehát a 80-100 mm-nek nagyjából a negyede hullhat le az észak-magyarországi folyók vízgyűjtő területén. A következő 3 napban tehát elhúzódó, több hullámban érkező, de hangsúlyoznám, kis mennyiségű csapadékról beszélünk. Nagyjából területi átlagban 20 mm-nyi csapadék várható a Sajó, illetve a Hernád vízgyűjtő területén. Szombat estétől, illetve vasárnap hajnaltól jelentős javulás várható ebben a térségben, jelentős csapadék vagy számottevő csapadék nem valószínű egészen a jövő hét közepéig bezárólag. Az árvízveszély miatt azonban egyelőre marad a harmad és másodfokú riasztás több helyen. A Sajónál is kritikus a helyzet, ott is már harmadfokú védekezés zajlik, holnapra várják a tetőzést. Kereki Gergely Sajó-Galgócon van, hozzá kapcsolunk most. Gergely, mi történt az elmúlt órákban, illetve most mi történik? Jó estét kívánok, sajnos ismét elerett az eső errefelé. Mi itt vagyunk a Sajó-Galgóci bekötő út elején, és gyakorlatilag a mögöttünk lévő részt most is több 10 cm-nyi víz borítja, gyakorlatilag a település személyautóval megközelíthetetlen, csak földúton lehet bejutni. Mi voltunk ma a faluban, és elmondható, hogy a helyiek jól viselik ezt a mostani helyzetet, van elegendő élelmiszer, az önkormányzat igyekszik, amiben tud segíteni. Egyébként pedig abban bízik mindenki, hogy minél hamarabb levonul az ár. Azok bosszankodtak elsősorban, akik ma nem tudtak bejutni a munkahelyükre. Hasonló útlezárások egyébként vannak itt a térségben, például Sajó, Velezd és Putnok térségében is, de szerencsére elzárt, megközelíthetetlen település jelenleg nincs. A jó hír viszont az, hogy Sajó püspökinél ma 390 cm-nél tetőzött a folyó a felső szakaszon, megkezdődött az apadás, holnap pedig Sajó Szentpéteren várják a tetőzést. Egyébként elmondható az is, hogy körülbelül holnap reggelig egy 10 mm-nyi csapadék hullhat, ami befolyásolhatja még az eseményeket. Egyébként most mindenki készültségben van, de egyelőre beavatkozásra nem volt szükség sehol a Sajó mentén. Kereki Gergelynek köszönjük szépen!